Nyíri Kovács Patrícia 2011. novemberétől él gyermekével fogolyként a Franciaország tengeren túli területének számító Francia Polinéziában. Mint ahogy az ATV.hu is nyomon követte, követi a család drámáját, most, 4 évvel a történtek után, Patrícia édesapja elhatározta. Nem vár tovább, éhségsztrájkba kezd, ezzel szeretne nyomást gyakorolni a tehetetlen hatóságokra. A mai naptól a francia nagykövetség előtt demonstrál lánya és kisfia szabadulása érdekében. Amire idejöttem a francia követség elé, az a lányom és az unokám, akik 4. éve vannak fogva tartva a francia Polinéziában, a magyar tudatú unokám, aki Kossuth nótát énekel 6 évesen az osztálytársainak, és előadást tart Magyarországról, aki a magyar zászlót kitűzeti a saját házára Polinéziában, hogy tudják, hogy ott magyarok laknak, az 4 éve nem jöhet haza Magyarországra, még szabadságra sem. Nincs az a jog, nincs az a bíróság, aki egy magyar tudatú gyereket visszafoghat Magyarországtól, és attól, hogy ez a gyerek magyarnak nőjön föl. Kezdetén tettünk egy feljelentést a lányunk nevében, amihez aztán csatlakozott a legfőbb ügyész. És 2 év nyomozás után ott van a vádemelés, 4 bűncselekmény, 1 szabálysértés. 20 év börtön összességében. Az egyik azt mondja, hogy bántalmazott nő erőszakkal fogták vissza, és ott vannak a bizonyítékok. A kúria meg azt mondja, hogy az az jogi eljárás, amit hamis dokumentumokra, erőszakra építettek, az ott jogszerű. A kúria lerúgta magáról. Súlyosan alkotmányellenes, amit a kúria tett. Minden magyar gyereknek joga van az identitásához. Az alkotmány 27-es cikkelye súlyosan sértették. A jog, a bíróságok, a jogalkotás nem tudja kezelni ezt a problémát. És Magyarország számára külön figyelmeztetés ez a konkrét eset, mert körülbelül 500 000 fiatalunk van szerte Európában, akik ezért, azért, jobb megélhetésért, tanulásért, szakmai előmenetelért Európában dolgoznak. Ezek fiatalok, ott fognak nősülni, ott fognak férhez menni. És megszületnek a francia-magyar, a német-magyar, osztrák-magyar, angol-magyar gyerekek, és ha ne adj Isten válás van, ne adj Isten erőszakra kerül sor, a jog, a bíróságok nem tudják kezelni. Leszek addig, amíg az erőm tart, vagy amíg a franciák nem tesznek valamit ebben az ügyben, át fogok adni a nagykövet úrnak vagy a követségnek egy levelet, amelyet kérek, hogy továbbítsanak a francia elnöknek, amelyben leírom mindazt, amit önöknek elmondtam, és átadok egy fekete könyvet, amiben le van írva az egész pszichés és pszichológiai hadviselés egy magyar anya és egy magyar gyerek ellen. Szégyenletes könyv. Szégyenletes könyv, aki elolvassa, igazából sírva fakad. Na. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Nyíri qui parle. Peux-je entrer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'arrive. Merci, j'arrive. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Madame Masqué, la chargée d'affaires, va vous recevoir. Hein? Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous étiez ici quand j'ai fait 2 années avant la démonstration. Oui, je me souviens. Elmondtuk egymásnak az álláspontokat, természetesen ugye Franciaország azt kell, hogy mondja, hogy a jogot követi és a bíróságok döntésére támaszkodik, ugyanakkor azt megértették, hogy ezt a jog már nem fogja megoldani, és elmondták, hogy sajnálják, hogy ilyen helyzet alakult ki, és továbbítják a francia elnöknek, François Hollande-nak a könyvet is, és a levelemet is. Mindazt elmondtam, amit önöknek elmondtam. Hát meglátjuk, hogy a magyar kormány és a francia kormány együttesen és kölcsönös jó akarattal mit tudnak ebből az ügyből kihozni. Az ügyben a külügyminisztérium sajtótájékoztatót szervezett. A helyzet az, hogy Nyíri Kovács Patrícia és kisfiának a sorsa egy bonyolult nemzetközi jogi labirintusba került. Nekünk az az érdekünk, hogy Nyíri Kovács Patrícia és kisfiának sorsa ne vesszen el ebben a nemzetközi jogi labirintusban. Ezért én még márciusban, március 6-án Rigában egy külügyminiszteri találkozón azzal a kéréssel fordultam Laurent Fabius francia külügyminiszterhez, hogy ezt a kérdést minél előbb oldjuk meg,
és a francia kormány biztosítsa a gyermek hazatérését Magyarországra. Ezt követően pontosan két hete, május 19-én Brüsszelben az Európa Tanács külügyminiszteri találkozóján beszéltem Alain Désir francia külügyi államtitkárral, akinek átadtam írásban is a helyzet értékelésünket. Ő két nappal később, május 21-én Rigában az Európai Unió keleti partnerség csúcs találkozóján jelezte nekem, hogy a francia külügyminisztériumon a kollégái elkezdték az ügynek a feldolgozását, jelezve, hogy egy bonyolult ügyről van szó. Én ebben egyetértettem vele, hogy ez jogilag lehet, hogy bonyolult ügy, de emberileg meg tartatatlan, ezért meg kell oldani. Az államtitkár úr azt ígérte nekem, hogy a kollégáival való konzultáció után a június 22-i külügyi tanácsülésen, amikor legközelebb találkozunk Brüsszelben, akkor közölni fogja velem a megoldási lehetőségeket, illetve a megoldási javaslatokat. Amióta ez a helyzet fennáll, és addig, amíg fenn fog állni, remélhetőleg hamarosan ennek vége lesz, a konzuli szolgálatunk természetesen folyamatosan tartja a kapcsolatot a családdal a helyszínen, és biztosítjuk a konzuli védelmet, tekintettel arra, hogy magyar állampolgárokról van szó természetesen. Nem tudok válaszolni, hogy meddig fogok itt maradni, amíg az erőm tart, amíg esetleg a franciák azt mondják, hogy üljünk le, beszéljünk, nézzük meg, hogy tényleg mi az, amit tudnánk együtt tenni, hogy két magyar állampolgárt, két európai állampolgárt megmentsünk, és mi az, amivel Francia Polinéziában tisztességesebb jogi és emberi viszonyokat tudnánk teremteni, beleértve a gyerekeket.